Krisztián, a helyzet az, hogy gyakorlatilag most már nincs show nélküled, hogyha TV2-ről van szó, viszont hát nincsen saját is, hogy ez van-e a fejedben. Ez hogy néz neki? Azt gondolom, hogy mindennek eljön az ideje. Én nagyon szeretem egyelőre ezt a műfajt, amikor én különböző műsorokban szórakoztathatok, mert én magam is szórakozok ezekben a műsorokban. Azt mondtam, hogy a vezetőség eldönti, hogy mikor lesz esetleg a Berki Krisztián a saját műsora. Figyelj, mennyire tudatos Berki Krisztián építése? Szóval, hogy gyakorlatilag a sportolóból most már a megkerülhetetlen sztárcelebb, az hogy fér össze? Hogy direkt van ez kitalálva? Ügyei van és minden lépés megtervezett, vagy a véletlen? Nincsenek véletlenek az életben, azt gondolom, hogyha Berki Krisztián pár hónapot lenne a médiában, akkor lehetne bármiről beszélni, tiszta virág életű, vagy pedig véletlen. Mivel nem így van, ezért azt gondolom, ez egy nagyon tudatos munka a saját fejemben, és nagyon köszönöm egyébként a TV2-nek, az olyan csatornának, hogy ilyen mértékben számítanám, és közösen gondolkodhatunk Berki Krisztián építésen. Figyelj, te híresebb mindenhez értesz, és mindent baromira tudsz, úgyhogy gyakorlatilag merre lehet tovább? Mi az, amiben te még megmutathatod magad szerinted? Most pont arról beszéltünk a vezetőkkel, hogy próbálják meg egy kicsit felejteni. Ugyanúgy vagyok, mint az iskolában, hogy hazaküldtek, mert hogy túl sokat tudok, és próbálják meg felejteni. Úgyhogy egyelőre most azt kérték tőlem, hogy egy picit húzzam vissza, mert ne lőjünk el minden puskaport. Igen, Krisztián, azt hiszem, hogy te ilyen furcsán fordítva kezdted ezt az egészet, hát lettél úgy ismert ember, hogy mondjuk úgy, hogy az ország nagyobbik fele annyira nem kedvelt. És hogy most úgy van, hogy gyakorlatilag egyre jobban bontod le, és most már van egy valós rajongó táborod, hogy ezt hogy éled meg, hogy minden fordítva van? Én általában mindent fordítva csinálok, és nem szeretem az átlagos dolgokat, és mindig a nehezebb utat választom. Ezt én gyakran ugye közvetítem is, és megfőképpen kommunikálom is. Az, hogy éppen szeretnek az emberek, vagy nem, igazából engem ez nem szokott úgymond megérinteni mélyen. A közvetlen környezetem és a mikrokörnyezetem az úgyis tudja, hogy valójában milyen vagyok, viszont szeretném azt elérni, hogy a nézők a legelején, ahogy azt mondták mindig, hogy a Berki micsoda, bunkó, köcsög, ilyen-olyan ember, ma már elfogadják ugyanazt a viselkedést, azt mondják, hogy hát ez olyan Berkis. Úgyhogy szépen lassan lépkedünk előre. Nem az a cél, hogy szimpatikus legyek, viszont annak kifejezetten örülök, hogy elértem azt Magyarországon, hogyha negatív celebről beszélnek, akkor viszem a prímet, hogyha pedig pozitívról beszélnek, akkor pedig bemegyek a top 5-ben, és azt gondolom, ezt rajtam kívül még senkinek sem sikerült megcsinálnia. Az édes életnek az egyik húzószála te esküvőd, nem? Krisztián. Igen, te vagy a húzószála alapvetően, de a te történetednek az egyik húzószála, akkor legyen így, az a Pamelával házassági szerződés. Nem, házassági szerződés, hanem maga a házasság. Tehát a gyakori elég sok szálon megy a történet az édes életben. Mikor lesz ebből valóság? Szerintem abszolút láthatják a nézők és mindenki, aki mondjuk a mi életünket követi az édeseten keresztül, hogy én tényleg megélem az átlagos férfiak mindennapjait azzal kapcsolatban, hogy házasság. Mert igazából van már mindenünk. Van kutyánk, van gyermekünk, van ott van egy gyönyörű párom, szeretőm, lassan lehet, hogy a feleségem, de ezek az érzések, ezek az emocionális érzések folyamatosan változnak, mint ahogy egy férfiban is. Egyik nap őszerelmes vagyok, és azonnal elvenném Hódi Pamélát, másik nap pedig úgy utálom őt, hogy igazából a hátam közepére nem kívánnám, és ezért azt gondolom, hogy mivel ez egy nagyon felelősségteljes döntés, és én a tradicionális férfiak híve vagyok, tehát nekik szurkolok, ezért ha én valakit elveszek feleségül, akkor azt én életem végig fogom követni, életem végig velem lesz, és életem végig harcolok azért, hogy az a kapcsolat holtamiglan, holtaliglan együtt legyen.